modern magyar művészet egyik legismertebb, legjelentősebb alkotója, legnagyobb hatású alkotója. Akárhol ütjük föl a magyar művész, modern magyar művészetről szóló kézikönyveket, Ripley szinte egy külön fejezetet alkot ebben az egészben. Nagyon érdekes személyiség, nagyon színes, rokonszenves személyiség Ripley Rónai József, és egy rendkívül kreatív és eredeti művész. Azt mondtad, hogy ő a magyar, modern magyar művészetnek az egyik legkiválóbb, különlegesebb, fontosabb figurája. Én ezt hozzátenném azt, hogy a nemzetközi művészet történet számára is egy jegyzett figuráról beszélünk, tehát azok a szimbolizmussal, francia századfordulóval foglalkozó kiállítások, amelyeket bárhol rendeznek a világban, azokon mindig szerepel Ripley Rónai, hiszen ő volt a francia NABI csoportnak a magyar tagja. Tehát ő tényleg egy nagyon-nagyon jól ismert figura a nemzetközi művészet történet számára, és például ő az egyetlen magyar, akinek a Chicagói Art Institute-ban lóképe, például a NABIK mellett. Szóval nekünk is nagyon fontos, nemzetközileg is nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy a Ripley-ben az a fantasztikus, hogy amikor ő úgy döntött, hogy elmegy Párizsba, és ott szeretne művésszé válni valójában, akkor valahogy nagyon-nagyon hamar, hogy úgy mondjam, megérezte az idők szabát. Tehát valahogy nagyon hamar a saját útját kezdte járni. Ugye ő egy kaposvári születésű fiatalember volt, tanító apával, volt egy gyógyszerész végzettsége, tehát nem szánták eleve is művésznek, vagy hogy mondjam, de nem is akadályozták benne, és a korban szokásos festő növendékek útját járta be. Párizs a művészetek mekkája, és én oda kívánkozom, tehát már eleve valahogy azt hiszem elsőként a magyarok közül fölismerte, hogy Párizs valami más, ott valami mást lehet megtanulni. És akkor írtó nehézségek árán egyébként, mert pénz nem volt, egy részkarcoló ösztöndíjat szerzett, állami ösztöndíjat, és azzal ment Párizsba, szerintem nem volt pénz, hogy ő itt utazgasson. Szerintem inkább az az érdekes a Ripley-nél, hogy hát ugye van ez a városi legenda számba menő történet, hogy a Ripley bejelentés, ajánló levelek minden nélkül oda ment a Munkácsinak az Avenue de Villiers-beli fényes palottájába. Éppen volt nála némi nemű föltekert müncheni óriás méretű szénrajz, ilyen aktrajzok, mert Münchenben azért nagyon megtanultak rajzolni, tehát ezt nem lehet mondani, a Ripley is elképesztő jól rajzolt. És akkor oda bekopogott, eddig a legenda, a művész otthon volt, fogadta, ez ugye megint egy kicsit meglepő, és akkor ugye hát innen van az elhíresült történet, amit a Ripley le is ír az emlékezéseiben, hogy a Munkácsi, aki ezek szerint jó hangulatában lehetett, vagy nem tudom, hogy volt, azt mondta, kihengergette ezeket az óriás aktrajzokat, amelyekből egyébként a grafikai gyűjtemény is őriz, tehát ez igaz, ezek voltak valóban. És azt mondta, jaj, öcsém, hát elférünk ketten is ebben a nagy műteremben. Na most, hogy ez tényleg így zajlott-e, vagy nem? Vagy hogy mi volt e mögött? Nem osztoztak meg utána a műtermen, a Ripleynek volt saját műterme, de tény, hogy valahogy egy ilyen teljesen meglepő, szerencsés módon a Munkácsi tanítványai közé vette a Ripleyt. Egyébként több magyar tanítványa volt, tehát másokkal is dolgozott együtt, csak ugye ez így szép legendás történet. Anyám című festmény, ezt 1894-ben festette, mint a címe is mondja, ugye a saját nagyanyját ábrázolja. Érdekessége a képnek, hogy fotó alapján készült, és a nagyanyját a saját női házának a nappaliába helyezte el. Tehát a képen látható fotelt ismerjük fényképről, a képen kicsit látható belógó, kandalló párkányt is ismerjük a képekről. Azt tudjuk, hogy a nagymama soha életében nem járt Párizsban, tehát egy ilyen kompilációról, vagy valamiféle fantáziáról
fantáziaképről beszélhetünk. Ezt a képet ő kiállította 1894 tavaszán a Salon de Champs de Marson, ami egy ilyen kicsit függetlenebb szalon volt, mint a hivatalos nagy szalon. Ezt azért úgy kell elképzelni, hogy ott több mint 1000 kép volt kiállítva így a falra, puzzle-szerűen fölrakva. És valamiért a Ripleynek ez a képe ott egy bizonyos festőkörben, bizonyos művészek körében szenzációt keltett, hogy úgy mondjam. Tehát ezt a számunkra kicsit nehezen értelmezhető, szomorú, barna-szürke öregasszonyt, hogy úgy mondjam, ezt ott teljes rajongással fogadták, annyira, hogy a Gauguin dicsérte meg ezt a képet. Hogy ennek az öregasszonynak az ezer ránctól szabdalt arca mögé egy egész életet láttak bele ezek a fiatal festők. De Ripley nagyon érzékenyen és nagyon pontosan figyelte meg a körülötte élő karaktereket. Tehát soha nem hangsúlyozzuk eléggé, de Ripley egy fantasztikus portréfestő volt, és nem csak a portréművészet nagy tradíciójába illeszkedően, hanem modern értelemben is úgy jeleníti meg az ő kortársait, modelljeit, hogy azok szinte a személyes jelenlétükkel is hatással vannak ránk. Na de, ahogy leírja a kuglizók történetében, hogy a Knowles-zal állandóan sétálgattak, és ahogy megfigyelte ezeket az embereket, ott is megemlíti azt, hogy a mozdulatukban volt valami, ami kifejezett sokkal az ő életükből valamit. Egészen lírai szavakkal fejezi ki azt, hogy tulajdonképpen mit keres az emberben, és észreveszi azt, hogy egy kőművesnek más a karaktere, mint egy asztalosnak, és azért ez nagyon finom és nagyon mély emberismeretről és ember ábrázolási tehetségről val. És én azt gondolom, hogy az öreganyámban ez nem az, hogy már benne van, ez maga a portré művészetnek az egyik nagyszerűbb teljesítménye itt a századvég magyar képzőművészetében. Ezt így gondolták a Nabik is, ugyanis ugye a Nabik a proféták, Héber proféták szóból jön a csoportnak a neve, ez a Maurice Denis vezetésével 89-ben alakult művészcsoport volt, akik tulajdonképpen a Gauguin elvei nyomán alkottak. Egy fantasztikusan érdekes társaság volt, mondhatjuk, hogy ők voltak a francia 90-es évek avantgárdja, tehát olyan módon újították meg a művészetet, ami én szerintem lenyűgöző. Nem voltak egységesek, ami a stílusukat illeti, tehát nagyon különböző képek jöttek ki a műtermeikből. Ami egyesítette őket, az a művészetről vallott felfogásuk volt. Nagyon szélesen értelmezték a művészetet, tehát nem csak a festészet, esetleg szobrászat és rajzművészetet tekintették művészetnek, hanem hát úgy mindent nagyjából. Tehát ők együttműködtek írókkal, illusztráltak, együttműködtek színházzal, ugye a korabeli szimbolista színházzal, csináltak díszleteket, terveztek háttért, terveztek színlapokat, de terveztek báb figurákat is, és készítettek pannót, porcelántányér, tehát tényleg plakátot, tehát mindennel, tehát az egész tárgyi környezettel foglalkoztak. Tehát nagyon fantasztikus társaság volt. Na de ha ma visszanézünk rájuk, akkor azt látjuk, hogy a modern plakátművészet, a könyvtervezés, tipográfia, modern iparművészet, lakberendezési kultúra, hát szinte nem is találta volna meg a saját stílusát és egyéniségét a Nabiknak az úttörő tevékenysége nélkül. És szerintem ez az izgalmas a Ripleyben is, hogy most hirtelen azt gondolom, hogy talán az egyetlen olyan művész volt a nemzedékéből és hosszú ideig, akinek a ténykedése az szervesen tovább tudott épülni az iparművészet irányába is. Tehát ha Ripley csak iparművész lett volna és nem festő, és akkor is
egy meghatározó mestere lett volna a magyar képzőművészetnek, és azt gondolom, hogy ez már tényleg az ő egyéni nyitottsága, zsenialitása, kreativitása, hogy megérezte azt, hogy a festészet az nem csak az, ami a képkeret terébe be van zárva, hanem a művészeti gondolkodásnak annak jelen kell lenni mindenben. A bútortervezés, formatervezés, stb. És azért pontosan tudjuk azt, hogy Ripley a modern magyar iparművészetben, hát micsoda fantasztikus lépéseket tett, alapvető lépéseket tett meg, és mérföldköveket jelölt ki. És ez szerintem ez a Nabik hatása is. Egyrészt, másrészt egy nagyon fontos figurát kihagytam az eddigi történetből, és ez az Aristide Maillol, akit ugyan a modern szobrászat egyik legfontosabb mesterének tartunk most, mint hogy az is volt, de a pályája elején ő még nem szobrász volt, hanem festőként szeretett volna érvényesülni, festői karriert szeretett volna, illetőleg szőnyegeket tervezett. És ő is a Ripley-nek a barátja volt, tehát a Knowles, a Maillol és a Ripley formáltak egy ilyen nagyon összetartó baráti kört a 90-es évek elejétől kezdve. És a Maillol hatására kezdett a Ripley is szőnyeget tervezni. Tehát már a Nabik előtt ő kitekintett, ahogy mondod, a képkereten kívülre, és egy kicsit ugye ellépett ettől a hagyományos művészet felfogástól. Egyébként mások is dolgoztak szőnyegekkel akkoriban, tehát nem csak ők ketten, de azért ez egy tényleg egy nagyon nagy dolog a Ripley részéről, hogy ő ez iránt érdeklődött. Ezek nem szőtt szőnyegek voltak, hanem hímzettek, és a Lazarin volt az, aki ezeket hímezte. Ezek nagy méretű szőnyegek voltak, tehát itt egész falakat beterítő szőnyegekre kell gondolni. Egyetlen egy darab eredeti maradt meg, az Iparművészeti Múzeumnak a gyűjteményében van. Egykor az Andrássy ebédlő díszítette, ez a vörös ruhás nő. Egy nagyon, azt hiszem, egy nagyon jól ismert műve a Ripleynek. Azt tudjuk, hogy ezt egy évig hímezte a Lazarin. Nagyon-nagyon sok mindent tanult tőlük, és nagyon-nagyon nagy változások történtek tulajdonképpen innentől a művészetében. Semmiképp nem mondanám, hogy ő követte volna a Nabikot, együtt dolgozásról van szó. Azt nem mondtam a Nabikról, hogy egy fantasztikus hálózatuk volt, hogy úgy mondjam. Tehát tényleg ismertek könyvkiadókat, ismertek műkiadót, tehát akik grafikai lapokat adtak ki, nagyon közeli együttműködést folytattak a La Revue Blanche című folyóirattal, amelynek Tadej Natanzon volt az egyik kiadója, aki a Ripley életében is egy fontos megrendelő lesz. Ugye dolgoztak egy csomó olyan területen, amit azután a Ripley is kipróbált, tehát például az, hogy ő litografálni kezdett, hogy plakáttal foglalkozott, ez egyértelműen a Nabikkal való ismerettségnek köszönhető. Szintén az emlékezéseiben írja le, hogy szóval Nabik álltak nem tudom hány tagból, de ezen kívül volt körülöttük egy nagy kör, és ennek a körnek volt a része például a Toulouse-Lautrec. És a Ripley leírja, hogy ő a Lautrec-kel járt litografálni, és akkor megint van egy ilyen nagyon híres idézet, hogy a Lautrec az abszint szag után a legjobban a nyomda festék szagát szerette. Tehát ő konkrétan a Lautrec-kel litografált együtt. Mást is eltanult egyébként a Toulouse-Lautrec-től, nem csak ezt. Tehát mondhatjuk, hogy azért a Nabik nagyban meghatározták az ő párizsi éveit. Beszéljünk egy pár szót az ő katalóniai képeiről. Ugye a fekete korszaknak tulajdonképpen ekkor lesz vége, ezek már színes képek, de van egy nagyon jellegzetes, több jellegzetes sajátosságuk is. Milyenek ezek a képek? Hát egyrészt a Maillol-féle barátságról azért egy pár szót szeretnék elmondani. Nagyon-nagyon meghatározó volt mindkettejük életében. Ezt kevesen tudják egyébként, de a Ripley keresztül került a Maillol kapcsolatba a Nabikkal, tehát a Ripley mutatta be a Maillolt a későbbi legfontosabb barátainak, tehát ez is egy érdekes dolog. És az ő barátságuk az nagyon-nagyon sokáig megmaradt.
Tehát sok levelet ismerünk már az ő hazaköltözése után, élénken érdeklődtek az egymás munkája iránt, nagyon szerettek családilag is összejárni, ugye a Ripleynek a Lazarin volt a társa, a Mayolnak pedig a Clotilde Mayol volt a felesége. Náluk ő készítette a szőnyegeket, a két asszony is jobba volt egymással, tehát volt ennek a Bagnols-sur-Mer, így hívták ezt a kis falut, Bagnols-sur-Meri tartózkodásnak már eleve egy ilyen előzménye, tehát hogy két nagyon közeli barátságban lévő művész töltött ott egy jelentős időt együtt. Az is hozzátartozik ehhez a történethez, hogy ahogy mondod, hogy 99 körül már a Ripleynek úgy kifele állt a rúdja a francia fővárosból, ennek azért elég sok oka volt. Tehát egyrészt a nabik maguk is 99 körül úgy szépen csendben feloszlottak. Nem volt toppergés, nem volt valamiféle bejelentés, és egyébként nagyon sok baráti kapcsolat megmaradt, tehát nem volt összeveszés, de ez a közös kiállítás, közös munka, ez valahogy megszűnt. Ugye ez a Ripleyt is közeg nélkül hagyta bizonyos szempontból. A másik, hogy ugye sokat beszéltünk az öreganyámról, ugye 94, hát ez volt az ő legnagyobb sikere, nem tudta megismételni. Tehát neki például volt 97-ben egy nagyon fontos kiállítása, Siegfried Bing nevű, iszonyatosan ismert és fontos műkereskedőnek a boltjában. A Bing volt az, aki mondjuk a japán fametszeteket behozta Párizsba, tehát ő tényleg egy nagyon jelentős és fontos figura volt egyébként akkor, amikor ott a Ripleynek önálló kiállítása volt, akkor a bolt másik felében a Tiffany-nak volt kiállítása, tehát elég jó társaságban volt a Ripley. Fanyalgott a kritika, hogy nem rossz, nem rossz, na de az öreg anyám. Tehát valahogy nem sikerült a Ripleynek ezen túltennie. És szerintem ezt ő is érezte, hogy ebben már nincs sokkal több. Tehát neki nagyon kapóra jött, amikor a Mayol meghívta őket, hogy most már végre nézzék meg azt a bizonyos bagnolszi környezetet. A Ripley azelőtt nem foglalkozott tájképpel, tehát foglalkozott ilyen városi, éjszakai tájképpel, ismerünk is egy párat, mint amilyen a Zöldház a Szajnában például, meg tudjuk a visszaemlékezésekből, hogy ezek a külvárosi részletek érdekelték, de a táj az soha nem foglalkoztatta. Itt viszont kinyílt a szeme a mediterrán tájra. Na most vegyük hozzá, hogy ősszel vagyunk és télen, tehát azért ez nem egy ragyogó napsütésben fürdő zöld táj, hanem azért ez egy őszi-téli fáradt napsütésben lévő táj. Ő minden esetre azt írta, hogy ez a szín harsogás, amivel ő ott találkozott, ez neki megváltoztatta az egész szemléletét. És valóban az igazi fekete képekhez képest ezek világosabbak, színesebbek. De egyáltalán nem mondanám őket egy plenér, esetleg impressionisztikus tájkép sorozatnak, hanem éppen ellenkezőleg ezek stilizáltak, síkszerűek, továbbra is, mint eddig, a kontúrokkal van, tehát kontúros képek, a korabeli kritika szőnyegekhez hasonlította őket, nyilván nem véletlenül. Tehát ez valóban egy elmozdulás, de azért még mindig, ahogy az elején említetted, egy nagyon következetes, nagyon logikus továbblépés az addigi művészetéből.